mind a demográfiai adatok, mind pedig a felsőoktatási törvény módosítása közrejátszott abban, hogy 20%-kal megcsappant a felsőoktatásba jelentkezők száma, vélik az oktatási hivatal szakemberei. Bizonyára az is benne van ebben a változásban, hogy a kormány januárban elfogadta az állami ösztöndíjszerződésekről szóló kormányrendeletet, aminek értelmében minden olyan hallgatónak, aki állami ösztöndíj mellett végzi a tanulmányait a felsőoktatásban, a végzést követően a képzési időnek megfelelő, ahhoz arányló időtartamban Magyarországon kell munkát vállalnia, amennyiben ezt nem teljesíti, akkor pedig visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Valószínűleg ezt is sokan mérlegelték, és többen úgy döntöttek, hogy nem vállalják ezt a feltételt. Hasonló véleményen van a Kodolányi János főiskola rektora is. Mint azt Szabó Péter mondja, az ő intézményüket is 50%-kal kevesebben jelölték meg az első helyen. Én meggyőződésem, hogy ez az állami finanszírozottsági rendszer, ez egy igazságtalan kontraszelektív rendszer, azt az illúziót kelti mindenkiben, mintha ingyenes lehetőség még tömegesen lenne a magyar felsőoktatásban, ez nem így van. Ha ez az ösztöndíj sokkal inkább valami fajta szociális védőernyő lenne, akkor igazságosabb lenne a rendszer, és sokkal jobban oda menne a pénz, ahova az való. A mostani rendszerben, hogy miről van szó? Arról, hogy aki állami finanszírozásra jelentkezik, magas pontszámmal tud csak ebbe a kategóriába bekerülni. Az idén egyébként a műszaki terület volt a legnépszerűbb a felvételizők körében. Második helyen a gazdaságtudományi karok állnak. Azoknak sincs egyszerű dolguk, akik jogi pályán tanulnának tovább. 20-21-szeres a túljelentkezés az államilag finanszírozott jogászképzésre. A tovább tanulni vágyók egyre inkább az e-felvételi rendszeren keresztül nyújtják be jelentkezéseiket. Az idén a mintegy 110 ezer jelentkezőből több mint 73 ezeren választották ezt a jelentkezési formát.